Miért vált el ilyen korán? Utolsó körre, ott a DRS. Erők! Meg lesz. Sziasztok! Exclusive gameplay! Nincs 9., pedig nagyon kéne. De ez, hogy az egyenes közepén már leforog, ez mi? Ez hogy? Hogy sikerült ilyenre megcsinálni? Mi a fene? Valaki írja át F1-23-ra a kategóriát. A felezőt tegyem át, kösz! Nem, azt meg elfelejtettem. Na hát ennyi jó, csak hogy mentem, jó volt? Mit szóltok? Milyen volt? Las Vegas. Elnézzük meg megint. Annyira jó volt, hogy meg kell nézni ismét. Bomba körök voltak. Amúgy nagyon király ez a Las Vegas-i pálya. De az, hogy ilyen gyorsan elváltogatta, hát ez őrület. Egyébként, ha jól nézem... Na, állj már meg. Showroom, trófeák, testre szabás, de mi? Aj, ugyanúgy... Lényegében megvan minden, igen, tehát állítgatsz jobbra-balra mindent itt az a kis otthonodba. Shark szponzor itt van, jelen van, ismét, ha jól látom, ez új szponzor. De jó. Aha. Jó. Jó. Hát szépek, szép ez az overall például, szép ez a sisak. Baromian jól néz ki, de hát ez lehet, hogy itt minden is föl van húzva grafikába. Sőt, gyanítom. Aha, na nézd oda! Itt például van egy Red Bullos. Van egy Red Bullos overall. Hoppá, hoppá, hoppá. Itt van egy Conner sportos, vagy Kenner sport, már nem tudom pontosan a nevét. Van egy ilyen overall, aha. Jó, azt továbbra se tudjuk, hogy hogyan lehet szerkeszteni a színeket, hogy mennyire részletesen lehet-e mattot, meg mit tudom én, mindent is állítgatni, vonalakat lehet-e húzogatni külön az autóra, vagy valami matricákat földobálgatni. Hát ha ez megint nem lesz, az ultragáz lesz. Ja, tehát hogy ezek telefonos játékokban lényegében már működnek. Na nézd oda, ez Red Bullos kesztyű. Elég fura. De miért van Red Bullos kesztyű? Többi miért nincs, mondjuk mit tudom, egy mercis kesztyű? Vagy bármi ilyesmi? És Verstappen-es kesztyű? Hát ez gratulálok. És valószínű, szerintem, nekem az a tippem, hogy ezek megint csak sablonok lesznek. Igen. Így szerintem is, Gergő. Champions Edition tartalma? Aha. Így van, majd Photoshopba csinálunk. Overált kesztyűt, sisakot, meg ilyesmit.
És hát itt az overall. Itt már másabb bábú van. Hát... Nem tudom. Itt van az autó. Edit. Nem lehet ezt például szerkeszteni. Itt van egy Red Bullos festés továbbra is. És akkor ezzel mit tudsz állítani? Semmit. Ez egy Las Vegas-os festés, és ennyit tudunk erről. Továbbra is ezeknek az ikonoknak nincsen jó élsimítása. Egyébként nagyon jól néz ki itt minden. Az aszfalt az nagyon vagány. Ja, így szép. Hát ez azért egy überbrutális grafikai beállításokon fut. Hát érződik, hogy elég nagy a tapadás, azért itt a rajtán hú, de érződött. Hát az meg, hogy ilyen féktávot tudott venni, hát, na, hagyták neki ismét az AI-k, de egyébként látszódik, hogy javítottak az AI-kon. Meg hát ezt tudjuk nagyon jól, múltkor elemzésnél beszéltük, hogy ezen állítottak azért. Azért most már lekörőz, vagy nem, hogy lekörőz, megelőz, hogyha gyors körön vagy időmérő, nem kell elmenni a bukótérbe, meg hogy jobban lehet velük csatázni, és hát azért láthatjuk, hogy valami van. Csak a probléma ezzel, tudjátok mi? Az, hogy ez már tavaly is megvolt, egy ingyenesen letölthető mod segítségével. Ez már működött. Ezzel meg volt oldva. Mondjuk az elengedős dolog, az, ha jól emlékszem, az nem volt megcsinálva abba. De az, hogy jobban lehet csatázni az AI-kkal, az már jelen volt. Az már jelen volt. Modban. Jó, most nyilván nem nézzük végig a teljes videót, vagy nem tudom. Mit gondoltak, hogy mégis nézzük végig, és akkor megvitatjuk a dolgokat. Szerintem ilyen szingapúri beütése van ennek a Las Vegas-i pályának. Én nagyon szeretem az ilyen pályákat. Éjszakai, rengeteg gyönyörű fény, csodálatos. De hát ez streamen keresztül azért... Jaj. Haha. Hát kíváncsi eszek. Ez mennyire fog majd átmenni, remélem igen. Nem tudom, miért vált el ennyire durván a fickó. Itt is nézd meg, végig elváltogat, mint hogyha elkapkodták volna a videó felvételét. Hát én nem mondanám annyira lejárató videónak, hát igazából egy olyan fickónak kellett volna versenyezni, aki jól eladja a játékot, de hát ez nem nagyon jött azért össze szerintem. Hát a képi világa szerintem gyönyörű. Piszok jól néz ki minden. Csillog, pillog minden, mint a Salamon töke. Csak hát az, hogy úgy használja az ERS, meg az AI szint is, látszódik, hogy nincsen jó belőve. És itt egymás mellett versenyeznek. Nekitereli a falnak az AI-t, adja ezt. Hát... Te ne tudja, hogy most ez nagyobb AI szintén mi lesz, hogy lesz. Valószínű, hogy nem lesz másabb. Hát jó, persze, Salvador, de hát... Láttam, én már nagyon sok... AI mozgást láttam már. Ez korrekt, amit igazából az a korrekt, amit te mondasz. Valóban. Tehát látszódik, hogy tényleg semmi védekező manőver. Most nem akarom lehordani, mert van fejlődés. Látszódik, hogy van valami fejlődés, de hát intelligencia szint lesz-e, nem lesz-e hosszú távon, vagy csak rövid távon lesz esetleg. Mi van, hogyha... Mert az a helyzet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az AI
egy szektoron keresztül egymás mellett mennek a ketten, vagy akár hárman, és közben egy szektor után azt veszed észre, hogy 5 másodpercre vagy az élmezőnytől. Mert annyira kerék a kerék ellen mennek kanyarokon keresztül, hogy hát ez, ott nem lehet nagy tempóval menni olyankor. Hát az ilyenkor például lehetne egyfajta mesterséges intelligencia, ami érzékeli, hogy hopp, most akkor itt engedjük el inkább a francba, és a versenyt azt nem most kell megnyerni. Állj, gyerünk! Húzodjunk vissza, és akkor esetleg, hogyha úgy érzékel, hogy mégiscsak gyorsabb, később akkor megelőzni. Ennyi. Gumikopás, tehát a guminak a deformálódása, vagy degradációja, az továbbra sem optimális. Hát legalább onnan nélkül ment, igen. Legalább valami óriási szárnyálás rakott volna, és akkor nem forgott volna le ennyire a 8-as. Tényleg egyébként, viszonylag hosszú célegyenes. Begázva miért gondolták úgy, hogy a kanyarból rajta az jó ötlet lesz? Tényleg. Tényleg. Ez föl se tűnt. Baszki. Azt a rohadt. És ez a való életben is így lesz. De ez a való életben is akkor így lesz, nem? Biztos. Biztos, hogy ez így lesz. Hát nem tudom, Amerika. Valami egyedit akartak maguknak. Nem, vagy nem, nem tudom. Itt 22-es a mezőny. Ja, igen. De hát akkor is lényegében kanyarból jönne néhány versenyző, hogyha a normál létszámot nézzük. Ami meg egyből ráfordult. Na igen. Tényleg, bazd meg! Azt, ami a... Tényleg! Bazd meg! Benne az ívre egyből, akkor ezért írtátok a legelején. Nem vettem észre. Jézusom! Hihetetlen egyébként, hogy itt tart ez a játék, hogy ilyen játék lehet, létezhet igazából, hogy azt, hogy próbáljuk megtalálni a szarban a jót. Döbbenet. Most valójában ez történik, most bármennyire is hülye hangzik, meg ilyen ellentmondásosnak tűnhetek a későbbiekre nézve. De hát tényleg ez van. Hát most azért ilyen hogyan történhet meg már, mióta csak és kizárólag a Forma 1-et fejleszik, nyomják évről évre, és azon kell fölnakadni, hogy az kell kiemelni, hogy aha, igen, minthogyha most már valamilyen jobban ott tartaná az autót, igen, de amúgy más meg úgy elenged időmérőn, igen, meg téged is megelőz, hogyha úgy van, igen. Döbbenet amúgy. Hogyha egy picikét így nagyon-nagyon kívülről megnézzük a dolgokat, és így elfelejtjük ezt a hype-ot, az F1 23-as hype-ot, és így nagyon-nagyon így elengedjük, tényleg így a szemellenzőt letesszük a francba, akkor nem ez van? Milyen döbbenetes? Hihetetlen, hogy széterőszakolnak. És az a durva, hogy beraknak egy Maldonádót, és nézd meg, így kezdődik az első fedélzeti kamerás felvétel a játékról, az első hivatalos fedélzeti kamerás, az első normális, valamire valónak tűnő felvétel az ez.
bejön középre az a jegyből. Döbbenet. És Maldonadóval, ott van Maldonado. Tehát, hogy ez valami üzenet? Hogy bi-bi-bi, hülyére vagytok véve? Vagy mi? Mire gondoljak ilyenkor? Hogy nem rakják vissza mondjuk Vettelt a játékba, vagy Raikönent, hanem inkább egy Maldonado. Őrület, szóval. Hát azért szerintem érdemes így is megnézni. Aztán persze nyilván fölösleges itt szerintem, én továbbra is azt mondom, hogy fölösleges szembeszélbe pisálni, el kell engedni ezeket a dolgokat, mert az a helyzet, hogy úgy kell csinálni, mint amit a Székely bácsi. Szépen, igattan, türelmesen, piccent, és azt mondja, hogy még nem jött el a mi időnk. Nem, fölösleges ugrálni, fölösleges. Minek pisálna egyedül szembeszélbe? Inkább megpróbálod élvezni a szart. Csúnyán fogalmazva. De tényleg amúgy ez van, tehát azért erősen kompromisszumos a játék. Nem régóta kompromisszumos. Megint jó csúnya szavakkal illetem meg. Nagyon-nagyon érződik, hogy ez annyira kurvára steril ez az autó. Ez egy olyan, mint hogyha egy ilyen a Pirelli-nek az autóját dobták volna be. És valószínű, hogy ez az autó lesz majd a MyTeam-be is. Meg az F1 World nevezetű új funkcióban is, ahol fejleszheted az autódat, és multiplayerbe mehetsz az ellenfelek ellen. Tehát annyira steril, olyan nem illik bele valahogy az összképbe. Mindegyik autó olyan kis egyedi, ez meg valahogy olyan furán lóg ki. Nem igaz, hogy nem csinálják meg azt, hogy lehessen alakítani ezeknek az autónak a kinézetén alkatrészekkel. Még ha logikátlan, akkor is. És döbbened egyébként, hogy nem gondolnak arra, hogy esetleg valaki tartalmat készít a játékukból, és beraknának valami valósághű kijelzőt. Ilyenkor például hol van az, hogy hivatalos Forma 1-es játék? Akkor csinálnak hasonlót, hogyha azt külön meg kellene vásárolniuk. Csinálnak hasonlót. Hát nem igaz. Hát most jó, én nem azt mondom, hogy mindenkire kényszerítsük rá azt, hogy az a 22 főből álló kijelző legyen itt mindig. Hanem lehessen tesze szabni. Hát azért nem igaz, hogy ilyen apróságokat nem lehet megoldani már. És a mérnököddel meg nem tudsz úgy beszélni, hogy megtud, hogy ki hol van. Nem tudsz rákérdezni arra, hogy where is Verstappen? Nem tud megkérdezni. Nem tudsz megkérdezni ilyeneket. Mert valami opció akkor lenne legalább. Hogy kicsikét ilyen sufni tuninggal bazd meg segítenék azt, aki valahogy próbál a játékukkal azért úgy játszani. Próbál vele valahogy azért egyről a kettőre jutni. Ha nincs más Forma 1-es játék, sehol nem kapod meg ezt. Tehát abszolút monopól helyzet van ilyen téren. De az F1 menedzsernek miért adják el? Ők miért csinálhattak mindent is? Ők konkrétan mindent birtokolnak. Szinte én legalábbis úgy vettem, hogy az sokkal-sokkal közelebb áll a valósághoz, mint ez a játék. Az mitől van akkor? Ők miért igen, egy kezdő cég?
Grafikailag ez nagyon-nagyon rendben van amúgy, baromian rendben van. De jól néz ki. Az egész. Kicseszett király. Tényleg, nagyon jó nézni egyszerűen a grafikát, ez gyönyörű fények. Nem? Amúgy. Baromian jól néz ki. Sargent itt miért autózott ilyen éveket, ezt láttátok? Ez elkezd befele orientálódni, aztán hirtelen meg kivág, kicsap jobbra. Miért? Töri a szélárnyékot, vagy mi? Melegíti a gumikat? És itt meg simán levágja ezt az egész hurkát, úgy, ahogy van, ezt a rázok. Nézd oda. Egész kanyart fogja és kihagyja. Azta! Report. Hát itt ilyen biztos, hogy nem lesz kilán, ettől nem kell tartani. Itt lesz olyan tapadás, hogy az agyad eldobod. Biztos. Hát lehet, hogy ez egy DRS vonat lesz majd amúgy a való életben, igen, előfordulhat. Igen. Hát valamikor igen, Roberto. Csak majd még ki kell találni, hogy mikor. majd még ezt valahogy kitalálom. Hétvégén szerintem formegyezünk egy nagyot. Lehet, hogy csak az egyik nap, és akkor másik nap meg mondjuk iRacing. Na, majd kitaláljuk ezt. Valahogy majd. Valami le... Na, shut up! Na, jó van. Aktiváltam itt az önmegsemmisítő rendszert a telefonnál, úgyhogy... Le kellett gyorsan sátápozni. Áskacok, köszi egyébként tényleg a közreműködéseteket, hogy leírtátok a véleményeteket meg úgy. Így egyeztettük az álláspontjainkat, én úgy vettem azért része. Nem győzöm ezt megköszönni. Hú, nem is tudom, mit mondhatnék még. Én egyébként kíváncsian várom a játékot, tehát én alig várom, hogy játszak vele. Én nagyon-nagyon várom. De hát, skacok, hát amikről beszéltünk, azokat úgy fogom gondolni később is. Tehát, csak hát, amikor azért ott van előtted a játék, a várva várt játék, akkor nyilván nem fogunk fröccsögni jobbra-balra, mert mi annak nem sok értelme lenne. Aztán ennyi. Na jó van. Holnap találkozunk mindenféleképpen. Félre tudom majd tenni az iRacing-et. Persze, simán, hogyde. Persze, hát még szép. Hát majd annyi, hogy amikor Forma 1 lesz, akkor hétfőnként ugye lesz NASCAR. Tehát arra majd azért valahogy föl kell készülgetni. Majd valahogy megoldom azt úgy, hogy ne menjen a Forma 1 rovására. Se egyik a másiknak a rovására. Hát szép lesz. De megoldom, nem probléma. Na, skacok, holnapra megpróbálok úgy jönni, hogy nem, hogy meg... De rosszul fogalmaztam. Holnap úgy fogok jönni,
hogy megváltjuk a világot. Na nem, szóval úgy, hogy azért oda kell tenni magunkat jobban. Kellenek a jobb eredmények. Valahogy, valamilyen úton, módon, bármilyen kompromisszumba is bele kell menni. Belemegyek, bele kell menni, és mert most már kellenek a jó eredmények. Holnapig találkozunk, pénteken nem, szombaton ismét. Szombaton meg már Forma 1 is lesz, úgyhogy ez egy nagyon jó hétvége lesz szerintem. Autóversenyezünk, Forma 1-ezünk, meg a valós Forma 1 is lesz. Igaz, Monakóba, tudom, sokan nem szeretitek, de én nagyon szeretem Monakót. Az egyik legjobb pálya szerintem, a legizgalmasabb nagy díj szokott lenni számomra. Hát, abból az... Figyeljetek, közel vannak a falak, tehát, hogy nekem ez így tök jó, hogy hipergyors autók, és akkor rá a falra. Folyamatosan a falon mennek. Ez így nagyon jó szokott lenni. Köszi, Domi. Rendben van. Oké. Okay. Hol küldted? Ja, ennyit csinált a Mercedes. Ez hova küldte? Hova küldted? Discordra? Nem látom. Csevegőbe? Vagy sportcsevegőbe látok egyébként egyet, de hát az nem Aston Martinos megoldás, az ilyen fura. Fura megoldás. Azt még Stuttgart küldte. 20 óra 19 perckor. Az Aston Martinos megoldás? Lehet amúgy végül is tényleg, fene tudja. Discord, privátba? Ja igen, most megjött. Ja, hát igen, hát nem sokat tudunk erről. Igen, hát ez semmi konkrétan. Hát az, ami a sportcsevegőben ott van. Aha, igen, csak a régi ugye ott van. Közben mutatom is, nem csak beszélek róla. Hát tök jó. Kíváncsian várom. Kíváncsian várom. Így van, NASCAR-nál úgyis csak balra kell venni, az a konyhából is megy. Így van. Csak egy irányba megyünk folyamatosan. Ennyi. Így van. Na, srácok, hullókarika mindenkinek. Jó estét, jó szurkolást, jó éjszakát. Köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk. Várok mindenkit sok szeretettel 12:08 percre. Egész nap iRacing maraton lesz, ez egészen biztos tuti kurva élet, Ziher. És ennyi. Holnap találkozunk. Csinadratta, csiribú, csiribá, szeasztok, üdv mindenkinek, köszönöm a követéseket, a támogatásokat, sistergős, tapsvihar mindenkinek, szarosgatja lóbálós tisztelettel, szervusztok. Pápá.